Tisztelettel köszöntjük nézőinket! A Nő helye címmel tartott előadást Péter Júlia református lelki pásztor, mentálhigiénés szakember, a Baróti Református Egyház Csendes Percek előadás sorozatának részeként. Vajon egy nőnek hol a helye? És azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel minden nő kell egy kicsit viaskodjon. És a lelke mélyén viaskodik is, még akkor is, ha talán nem tette fel nyíltan ezt a kérdést soha még magának. Mert mindenki meg kell kérdezze magától azt, hogy hol a helyem. És vajon ott vagyok-e azon a helyen, ahol lennem kell, vagy ahova Isten akarta helyezni az életemet. És akkor egy kicsit így gondolkozzunk el, akik itt vagyunk, természetesen én néhány kérdést így felteszek, de mindenki saját magát gondolja bele, és saját magának tegye fel a kérdést. Sőt, még kedves férfi testvéreim is feltehetik maguknak a kérdést, hogy hol a helyem. És akkor gondolkozzunk azon, hogy hol a helyem, amikor én fiatal vagyok még, és látom, hogy Istennek hála vannak itt fiatalok, és el akarok indulni az élet útján, de még nincsen párom, és keresem a nagy őt, és keresem a helyem. Aztán hol a helyem, amikor már megtaláltam a nagy őt, és akarok családot alapítani, és el akarok indulni egy boldog családi életre. Hol a helyem, amikor egy kapcsolatba élek, akár fiatalként, akár egy kicsit idősebbként, de tudom, hogy nem ez az igazi, és érzem, hogy nem ez a társam, de nem akarok változtatni, mert így is jobb, mintha egyedül kéne lenni. Nagyon sok nő van ilyen helyzetben is, testvéreim. Hol a helyem akkor, amikor egy boldog családban vagyok, Istennek hála kiegyensúlyozott életem van, de valahol mégis valami bent úgy hiányzik, és kérdezem magamtól, hogy vajon mindent el tudok én végezni, amit el kell végezzek a mindennapokban? A helyemen vagyok? Itt akarta Isten látni az életemet? Jó helyen vagyok? Vagy nagyon sok asszony megkérdezi, hogy vajon a helyemen vagyok, amikor a mindennapi taposomalomban próbálok gyermeket nevelni, gondoskodni róluk? A helyemen vagyok, amikor egy rossz házasságban egyik napról a másikra alig tudok élni, és mély szakadékot érzek önmagam és a férjem között? Vajon a helyemen vagyok-e akkor, amikor egy szenvedélybeteg férj mellett élek évek óta, és nem tudok elszakadni, és nem tudok változtatni ezen, és nem látom a kiutat sem? Vajon a helyemen vagyok akkor, amikor elváltam, mert ilyen is van, és elment a társam mellőlem, vagy én mentem el a társam mellől? A helyemen vagyok-e akkor, amikor esetleg özvegyen maradtam, mert Isten elszólította a társamat, és azóta sem lelem a helyem ebben a világban? A helyemen vagyok-e akkor, amikor már az élet úton végighaladtam, és nagymama vagyok, és már unokákat kell neveljek? Vajon a helyemen vagyok-e? És azért mondtam, hogy én csak néhányat soroltam így fel, de mindenki a saját életét helyettesítse be, és gondolja végig azt, hogy vajon a helyén van-e. Mert sokszor kétségbe vonjuk önmagunkat, vagy kétségbe vontak bennünket mások. A teremtés kezdetén, amikor Isten megteremtette a világot, akkor minden teremtési nap végén elhangzik a Szentírásban, hogy látja az Isten, hogy minden ímé igen jó. Azt olvassuk a Mózes első könyvében, teremtette Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyjá teremté őket. Mindjárt itt a fontos, amit az íge mond, testvéreim. Mert az asszony és a férfi önmagában egyedül nem Isten képe, hanem ketten együtt. Férfiúvá és asszonyjá Isten képére. Mit jelent Isten képe? Azt jelenti Isten megbízottai, képviselői ebben a világban. De nem egyedül, hanem ketten. És ezen a földön Isten elhelyezte az első emberpárt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, uralkodjatok, és feladattal bízta meg, hogy az édenkertjét műveljék és őrizzék. Erre bízta meg Isten az emberpárt.
férfi és nő együtt alkot egy emberpárt, s hordozza magában az ember lét teljességét, mert sem egy asszony egyedül, sem egy férfi egyedül nem hordozza az ember lét teljességét. Férfivá és nővé teremtett minket Isten, ez azt jelenti, testvérem, hogy az életünk legbelső centrumában, a sejtjeinkben, ott belül a lelkünkben vagyunk férfinak vagy nőnek teremtve. És ez a hivatásunk, ez a küldetésünk, amire engem Isten megteremtett, és ebben kell kibontakoztassam önmagam. Úgy kell nő legyek, ahogy Isten engem megteremtett nőnek. Vagy úgy kell férfi legyek, ahogy engem Isten férfinek teremtett. Isten az üdvtörténet során felhatalmazta a nőket, csodálatosan leírja ezt a Szentírást, az ős atyák anyjaként, próféta nőként szolgálták Istent az asszonyok az Ótestamentumban. Beletartoztak méltósággal Isten népébe. Sajnos, testvéreim, lassan-lassan változott a helyzet. Jött az úgynevezett patriarkális társadalom, férfi központú társadalom, ahol a nő lassan a férfi tulajdona lett, alárendjeltje, és feladata a nőnek az volt, hogy gyermeket szüljön, és így hozzájáruljon a népe a törzsének a fennmaradásához. Az asszony lét egyet jelentett az anyasággal, de a nő lassan a férfi szolgálója lett, mindenben rendelkezésére kellett álljon. És mindent el kellett végezzen egy asszony. És az egyházatyák korában, az első évszázadokban, mind testben, mind szellemben a férfi alárendeltének tekintették a nőt. A szexualitás hordozójának tekintették, a férfi számára kísértésnek fogták fel őket, és kultuszi értelemben ettől fogva lett a nő tisztátalan. Sajnos például az ortodox egyházban és a római katolikus egyházban is ezért nem szolgálhatnak nők ugye a kultuszban. A bűn átka Éván keresztül jött a világba, és a nő ezért alacsonyabb rendű, ugyanakkor az az érdekes, hogy az örök nőit Máriában, Krisztus anyjában mennyire felmagasztalták. Tehát nagyon meghasonlott a világ, testvéreim. És a nők generációi megpróbáltak kitörni ezekből a régi mitoszokból, a régi beidegződött és hagyományozott rossz szokások szorításaiból. Sajnos ez sokszor a nők dühött ellenzéki kedvel tették. Például a feminizmus korában egyenlő jogokat követelt a nő, megpróbálta eltüntetni a különbséget nő és férfi között, és olyanok akartak lenni a nők, mint a férfiak. Meghódították a férfiak által uralt pozíciókat, szakmákat is, ugye? És elfelejtettek közben valamit, hogy a nő egyen rangú, egyen értékű, de nem azonos a férfivel. És ez sajnos a mai napig is elfelejtjük sokszor, testvéreim. Hát ki kellett volna fejleszteni a speciális női szerepnek megfelelő létformát? Milyen csodálatos lenne, hogyha értéke lenne például a házi munkának, a második műszaknak, amit csak úgy el kell végezni, és csak akkor látszik, ha nem csináljuk. Mert másképpen senki se veszi észre, hogy rend van, meg minden a helyén van. Amikor nem csináljuk, akkor rögtön látszik, igaz? De nincs értéke, nem fizeti meg senki. Egész nap ülsz otthon, nem csinálsz semmit, ezt szokták mondani. Igen. Na most, értéke kéne legyen az anyaságnak. Hát egy gyermeket nevelni azért nem könnyű dolog, és ezt mindenki tudja, aki gyermeket nevelt. És joga kellene legyen a nőnek ahhoz, hogy az anyaságot valóban megélje. De hát ugye azt harcolták ki, hogy a nő akármikor ugye dönthetne saját teste, és ha nem tetszik, hogy gyermeket hordoz a szíve alatt, akkor ugye eltehet, elvégre az ő teste azt csinál, amit akar. Csak úgy zárójelben a magzatnak a jogát kinézte senki. Tehát nagyon sok mindent át kellene értékelni, testvéreim. Mert a nő mindettől a régi rossz beidegződéstől szabad kellene legyen. Ingrid Trobisch, az egyik terapeuta, elmondotta, hogy állítom, hogy nem az az asszony emancipált, aki magát a férfival egyenlővé teszi, hanem az, aki magát
a maga másságában igenli. Igen, én más vagyok, mint a férfi, és ezzel Istentől kapott hivatásomat próbálom teljesíteni. Röviden szeretném egy kicsit átnézni, hogy mit jelent nőnek lenni a házasságban. A Biblia megoldása a nő kérdésére az, hogy helyére teszi a nőt. Nem a férfi fölé rendeli, nem a férfi alá rendeli, hanem mellé helyezi. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat hozzá, illőt, mondja a teremtéskor az íge. Testvéreim, mit jelent nem jó egyedül lenni? Az eredeti szöveg szerint azt jelenti, hogy nem jó darabban lenni. Mert a férfi és a nő egyedül csak egy darab. Szerzek néki segítőtársat hozzáillőt, azt jelenti, hogy itt van ez a darab, ez egyedül még nem egész. Olyan szerzek, aki pont kiegészíti azt a hiányt, és ketten együtt lesznek egy egész. Hát ezt szerezte meg Isten a házasságban. Csodálatos az, testvéreim, hogy amikor Isten megteremtette az asszonyt, akkor a férfi oldalbordáját vette ki. Hát megbontotta ugye azt a védelmet, amely nemes szerveket védi. És Isten onnan vette az oldalából. Egy ilyen házasság magyarázó könyvben olvastam, nagyon aranyos, azért mondom el, hogy Isten nem a férfi lábából vette ki a csontot, az asszonyt, azért, hogy a férfi ne nyomja el, ne tapossa el az asszonyt. Nem a fejéből, hogy a férfi ne uralkodjon az asszony. Nem a hátából, hogy ne tegye a maga háta mögé, maga mögé a férfi az asszony. És nem is a vállából, hogy minden súlyt ne helyezzen a férfi az asszony vállára, hanem az oldalbordájából, mellé helyezte Isten. És ezáltal azt az űrt, amit ugye az oldalborda kivétele megbontott, mert tudjuk, hogy a férfiaknál a bal oldalon csak 11 borda van, 12 a másik oldalon, a nőnél 12-12 borda van, a csontvázunk így van, ha megnézzük, és ott azt a súlyt, amit Isten, azt az egyensúlyt megbontott, a házassággal Isten helyreállítja, és egymás mellé helyezi a férfit és a nőt. A házasságot azt tartja meg, testvéreim, hogyha tudom, hogy a társamat Istentől kaptam, még akkor is, hogyha nem mindig jó a házasságunk. Egy nagyon sokat próbált asszony egyszer azt mondta, hogy ej, Isten úgy elrejtette ebben a házasságban a jót. Hát igen, néha el van. De kell tudnom, hogy akkor is Istentől kaptam a társamat. És egy házasságban a nő akkor van helyén, hogyha tud engedelmes, tiszteletteljes és szeretetteljes lenni. Na hát ez ellen nagyon sokszor tiltakozunk. És azt mondjuk, hogy engedelmes, én engedelmeskedj. Mit jelent az engedelmesség, testvéreim? Azt mondja a Szentírás a Kolossé beliekhez írt levélben, ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. És ez az engedelmes szó azt jelenti az eredeti szövegben, hogy önmagát alárendelni. Tehát nem kényszerítenek engem, hogy engedelmeskedjek, hanem én önként alárendelem magam. És itt a lényeg, a prédikációban is hallottátok, amit önként teszek. Én tudom, hogy én magam alárendelem, ez az én helyem, és akkor nem úgy élem meg, hogy engem kényszerít a férjem, vagy bárki, hogy én engedelmes legyek. És akkor nem tiltakozom ellene, nem érzem elnyomásnak ezt. És Péter apostol azt mondja, hogy ezáltal a férjek, a feleségek magatartása által íge nélkül is megnyeretnek a Krisztusnak. Hát valahol így kellene nekünk engedelmeskedni. A tisztelet a második. Testvéreim, nagyon sok családot láttam. És mindig azt tapasztaltam, hogy a nők elvárják, hogy tiszteljék, de az a kérdés, hogy mi tiszteljük-e a férfiakat. Sajnos nagyon sokszor azt látom, hogy nem. Elvárják a nők, hogy tiszteljék őket, de ők nem tisztelik és nem becsülik meg a férjeiket.
odafigyelni a másik emberre, értékelni, bíztatni, bátorítani, gyöngédnek lenni hozzá. És sokszor a nő elégedetlenkedik, és bírálja a férjet. Nem egy házasságban voltam, hogy már nem tudtam végighallgatni, amikor minden bírálatot előttem kimondott a férjére. Adja Isten, hogy ne így legyen a ti kapcsolataitokban. És ha nem így van, akkor köszönjétek meg Istennek. De ezt kell tudjátok, hogy segítsetek másokon, és továbbadni másoknak. Fiataloknak és időseknek egyaránt, ahol sokszor bizony döcög a kapcsolat és a házasság. Mert sajnos nincs elég tisztelet egymás iránt, sem a férfi részéről, sem a nő részéről. A harmadik a szeretet, amit mondtam. A szeretet. Testvéreim, tudjátok, a szeretetről megint azt mondom, amit az ígében is mondtam, hogy csak azt gondoljuk, hogy az egy érzelem. Nem érzelem. Azt írja a Galácia beliekhez írt levél, szenvedjétek el egymást szeretetben. Minden szeretet szenvedés. És ezt bele kell kompilálni. És ezt nem tudjuk sokszor, és nem értjük, hogy mit jelent. Elszenvedni, elhordozni egymást. Akkor is, amikor a másik nem olyan, hogy bizony érdemes legyen elhordozni. Eszembe jutott Juhász Gyulának egy gyönyörű verse. Csak ismer, tudja, hogy nagyon szeretem a verseket. Az a címe a versnek, hogy szerelem. És elmondom. Én nem tudom, hogy mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon. Mint alkony ég felhőjén, mely ragyog, s rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, hogy mi ez, de édes ez, egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugárba villan a tetőn, holott borongom, már az este jön. Én nem tudom, hogy mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem, szavaid sejme szíven sírogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, hogy mi ez, de jó nagyon, fájása édes, hadd fájul hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Hát igen, testvéreim, a szerelemben benne van a fájdalom is, a szeretetben is. És ezért nagyon jó lenne ezt megtanulni. Megtanulni, elfogadni a másik embert. Tudjátok, a házassági estében azt mondjuk, hogy vélem megelégszem. Már ezt jegyes beszélgetéseken el szoktam mondani, hogy ha nem elégszem meg vele, akkor ne vegyem el feleségül, vagy ne menjek hozzá. Hogy én azt képzelem, hogy majd megváltoztatom, nagyon tévedek. Nem fogom megváltoztatni. Egyáltalán. Egyáltalán. A másik az, hogyha azt hiszem, hogy mondjuk ő nem hisz úgy, és majd aztán én hívővé teszem. Hát nem missziós intézmény a házasság. Nem lehet őt hívővé tenni. Hogyha előtte nem tudom ezt vele lerendezni és megbeszélni, a házasságban ez már úgysem fog menni. És akkor, hogyha megelégszem vele, akkor fogadja meg olyannak, amilyen. Érzéseit, gondolatait, döntéseit, még a rosszak is. És vállalni azt, hogy ő olyan, amilyen. Azt mondja Szabés László az Álmoddal mértél című versében, hogy álmoddal mértél. Én az álmodónak mit mondhatok? Ne légy börtönöm. Csalódtál, de ne tarts engem csalónak, amiért az álmaidhoz nincs közöm. Hát igen, álmunkba elképzeljük, hogy ilyen meg olyan a társunk, és nem akarjuk a realitást megismerni olyannak, amilyen ő. És akkor az álmaink, ha nem valósulnak meg, de mekkorát csalódunk. És akkor ő a hibás, nem én, aki rosszul mértem fel a dolgokat. Tehát nagyon vigyázzunk erre is, testvérem, az elfogadásra. Nagyon fontos. Nagyon fontos az önátadás. Fizikai, érzelmi, lelki szinten egy igazi nő mindent megad férjének. Idejét, figyelmét, testét. Elkötelezett a kölcsönösen kielégítő szexuális életre. Sajnos tudjátok, mit látok, ezeket úgy zárójelben mondom el, hogy egy nő, amikor a férje
nagyon jól viselkedik, akkor úgy megjutalmazza. Akkor ugye engedi, hogy hozzáérjen. Amikor nem, akkor megbünteti. Ilyenek van, olyan játszmák vannak, hogy csodálatos. És akkor most már nem érhet hozzám egy napig, két napig, attól függ, hogy milyen volt az, ami vétket elkövetett a férfi. Hát ezzel nem lehet így játszani, testvéreim. Egy igazi nő tudja önmagát oda ajándékozni, és ez az igazi nő. Megint egy verset idézek, annál is inkább, hogy ugye ma költészet napja, és József Attilát, akit nagyon szeretek, az ódában leírja minden nőknek az egyetemes dicséretét, és a mellékdal, az utolsó kis mellékdal így hangzik, hogy visszavonat megyek utána, talán ma még meg is találnak, talán kihűl elángoló arc, talán csendesen meg is szól az, csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközd meg, sül a hús, enyhítse étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad. Hát egy igazi nő így adja a társának az otthont, így adja a közösséget, a szeretetet és önmagát. Mert amikor én önmagam oda ajándékozom, az a legnagyobb öröm a másik számára és önmagam számára is, testvéreim. Ezt kellene megtanulni. Egy igazi nő meg is kell védje a férjét. Különösen akkor, amikor támadják, még a saját szüleimmel szembe is meg kell védjem a férjemet. Nemhogy még öntöm ugye az olajat a tűzre, hogy szoktuk. Az utolsó, amit úgy röviden mondok, hogy egy igazi nő megtanul hallgatni is. Na hát ez nagyon. Erre van egy aranyos történet. Marus Szent Annán egy idős házaspár dolgozott a kertben, ez valóság. Szomszédasszony mondta el a jelenetet. Mari néni mondta magáit fél órán keresztül. Egyszer csak megszólalt János bácsi. Hallgass, Mari! Én hallgassak? Megint kezdte fél órán keresztül, mondta magáért. És ez így ment egész délután, amíg dolgoztak a kertben. Hát bizony néha jó lenne hallgatni is egy-egy kicsit, és nem csak mindig mondani, ahogy szoktunk. Hát nézzük önmagunkba, aki nem így teszi, az nehogy meghallgatni. Segíti testvéreim, de segítsen a Jóisten, hogy tanuljuk meg valóban hallgatni is. Mennyi megszívlelendő dolog ez mind, testvéreim, és csak néhányat mondtam el. A bűneset után, tudjátok, elhangzik az, amikor megkapják a büntetést, hogy epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Ezt írja a Szentírás. Ez mit jelent? Örök, kibékíthetetlen ellentét van férfi és nő között. Sajnos legtöbbször epekedik a nő, és mit kap cserébe? Az uralkodást. És akkor ez hogy oldódhat fel? Megint csak Krisztusban, testvéreim. Mert azt írja az Efézusiakhoz írt levél, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És akkor Krisztusban már megszűnik az, hogy epekedek és uralkodnak rajtam. Akkor megkapom azt a szeretetet a férjemtől, aminek fényében és tüzében én is nőnek érzem magam, és megkapom azt a szeretetet, amit jó viszonozni, és amiben jó élni közösen. Itt van a drága megoldás, testvéreim. Miért van annyi boldogtalan ember ezen a világon, és annyi boldogtalan házasság? Sajnos mindazért, mert nem találjuk meg ezt az utat Krisztushoz. Igazi hely a házasságban egy nőnek, azt mondja Michael Quist szép könyvében, ha Krisztusból élsz, tekintetet Krisztus tekintete, mosolyod Krisztus mosolya, arcod Krisztus arca lesz. Hogy szép lehess, állj meg egy percre tükröd előtt, 5 percre lelked előtt, és 15 percre Isten előtt. Milyen jó lenne ezt minden nap megtenni, testvéreim, hogy igazán szépek lehessünk. Hát annyi mindent lehetne még a házasságról, de még röviden szeretnék néhány gondolatot arról, hogy mit jelent a nőnek az, amikor anyává válik. A házasságban a gyermek nevelésével válik a nő igazán nővé, és legszentebb hivatása egy nőnek az anyasság.
Persze, erről lehetne külön előadást tartani, hosszan beszélni. Minden nőnek csodálatos tudni azt, hogy Isten a nőt, mikor megteremti, Évának nevezi. Éva név azt jelenti, hogy minden élőknek anyja. Amikor megbünteti Isten az első emberpárt a bűneset után, azt írja a Szentírás, fájdalommal szűz magzatokat. És ezt tudjuk, testvéreim, hogy így is van. Fájdalommal szül egy asszony, de nem csak akkor, amikor megszüli gyermekét, hanem egy életen át fájdalommal hordozza a gyermeke sorsát. És az az láthatatlan öldögzsinór örökre ott marad a gyermek és az anya között, akkor is, amikor már felnő a gyermek. Még mindig hordozott fájdalomban, mi fáj a gyermekednek, hogy neked ne fájna hamarabb és jobban. Tehát ez megmarad mindig. De csodálatos az, hogy a gyermekemet tudom, hogy Istentől kaptam. Na most nagyon sokan úgy vállalnak gyermeket, hogy majd összeköt a férjemmel, vagy esetleg megfogom a férjemet jövendőben itt azzal, hogy áldott állapotban vagyok, ilyeneket is tudunk, igaz? Vagy helyrehozza a megromlott kapcsolatunkat, hát szülök egy gyermeket, hátra helyre jön a házasság, mire megszülöm, meg is válunk. Ez így szokott lenni, a gyermek az nem hozza helyre. Vagy szülök egy gyermeket, hogy örömöt találjak benne, vagy beteljesítse az én meg nem valósult álmaimat. Hát nem ezért szülöm a gyermeket. És nem azért, hogy vénségemre ne legyek egyedül, hanem legyen, aki majd gondoskodó rólam. Nem, testvéreim. A gyermeket Isten ajándékaként nézem, akit megkaptam Istentől, addig, amíg Isten rám bízta, teljesítsem az anyai feladatomat, hogy neveljem. És akkor van egy ilyen szép mondás, hogy Isten az ölünkbe tette a gyermeket. Akkor ez így hangzik, hogy emelj fel, tarts, tegyél le, és engedj el. És ott van a baj, amikor ezt nem tudjuk megtenni, amikor még 30 évesen is tartjuk így a gyermekünket, igaz? Akkor ott jönnek a bajok. Tehát tudjam azt, hogy tudom tartani, tudom nevelni, tudom letenni és elengedni útjára a gyermekemet, és amikor én már nem tudok utána futni, hogy én segítsem, akkor ott a kezem is összefogom. És tudom, hogy megígérte nekem Isten, amikor megkereszteltem, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és tudom, hogy a gyermekem élete Isten kezében van. Testvéreim, mondtam, hogy az anyaságról még ezernyi dolgot lehetne elmondani. Én röviden érintettem ezt, hogy ezen is elgondolkozzatok, mert minden nő tartozik magának azzal, hogy önmagát megismerje, és így haladjon előre az önismeretben, hogy feldolgozza a nő saját gyengeségeit, nehézségeit, mindazt az ajándékot, amit kapott Istentől, de a korlátait is. Kritikusan kell tudjuk szemlélni önmagunkat, ha ezt megtesszük, akkor nem kényszerülünk arra, hogy többféle szerepet magunkra vállaljunk. Meg kell értsük, testvéreim, már végre azt, hogy nem lehetünk tökéletesek. Hát én nem lehetek sem tökéletes anya, sem tökéletes feleség, sem tökéletes háziasszony. Nem lehetek egyáltalán, mert hogyha én tökéletesnek képzelem magam, akkor nagyon kegyetlen vagyok, és mindenkitől elvárom, hogy ugyanilyen tökéletes legyen. És akkor ezzel megnyomorítom a környezetemet. Ha én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és ezt tudomásul veszem, és egy kis humorral is még ezt fűszerezem, akkor boldog vagyok én és a környezetem is. Mert fontos, ahogy mondták a régi öregek, hogy a hit, hűség és humor nagyon fontos az életünkben. Meg kell tanuljuk azt, hogy nem minden sikerül az életünkben. Én mindig, amikor valami nem sikerült, letörtem a végletekig, alig tudtam utána lábra állni. És megtanultam egy képzésben, és azért mondom el nektek, hát ha nem tudjátok, ti is tanuljátok meg, hogy örvendeni kell a sikertelenségnek. Miért? Mert abból tanulunk. Azt mondták a nevelőink, a professzoraink, hogy a siker az titok. Amikor bejön valami és sikerül, az titok. Amikor nem sikerül, jaj, de jó, mit lehet ebből tanulni? És már is tanultam valamit, fejlődök és tovább megyek. Hát olyan jó volt nekem ezt hallani, és ezzel egy kicsit megváltoztatni önmagam. Próbáljátok meg ezt is, testvéreim. És mindez azért fontos,
mert ezáltal visszanyerjük az ős bizalmunkat. Azt mondják a pszichológusok, hogy ezzel az ős bizalommal születünk meg a világra. Sajnos ezt elveszítjük. És ezért vagyunk sokszor olyan boldogtalanok, mert nincs már bizalom. Bizalom Istenben, akire mindig lehet hagyatkozni. És akihez mindig lehet könyörülni, hogy mondani szoktam, kéznél van. Gyorsan össze is fogtam, már is oda kapcsolódtam. A nagy, csodálatos, életet adó, energiát adó, hatalmas Istenhez, és veszem belőle mindazt, amire szükségem van. Így bízom rá az életemet. Bizalom önmagam iránt. Mert ha elfogadtam önmagamat gyengeségeimmel együtt, akkor tudom, hogy amit én teszek Isten akaratából, jól teszem. Még akkor is, ha néha tévedek, akkor is, hogyha valamit nem úgy sikerül, ahogy kell, mégis bízom abban, hogy én ezt az ajándékot, aki vagyok, amilyen vagyok, Istentől kaptam, úgy, ahogy vagyok. Nagyon fontos az is, amit így neveznek, hogy a mi bizalom, a mi idézőjelbetéve, csoportbizalom. Hogy tudjam, hogy nem vagyok egyedül, mert Isten nem magányosságra teremtett. Ezért jó eljárni egy-egy ilyen helyre, ahol közösségben vagyunk, ahol tudunk egymásra nézni örömmel. És akár egymással megoszthatjuk tapasztalatainkat is, hogy ne érezzük magunkat egyedül. Ez is fontos. És a legutolsó, a jövő iránti bizalom. Hogy mit hoz a jövő, testvéreim, ezt senki nem tudja. Ahogy mondani szoktuk, ide nincs kiírva a homlokunkra. De egyet tudunk, azt, amit a heidelbergi káténk így mond el, hogy mit jelent Isten gondviselésébe vetett bizalom, hogy jövendő dolgainkra nézve jó reménységünk legyen afelől, hogy senki sem szakaszthat el minket Isten szerelmétől. És akkor tudom, hogy a jövőt letettem Isten kezébe. És így akkor igaz lesz, amit a példabeszédekből olvastam, hogy nevetve nézek a holnap elé, mert rábíztam életemet, családomat, gyermekeimet, unokáimat Istenre. Ebben segítsen meg bennünket Isten. És köszönöm, hogy meghallgattatok. Szépen. Megkérdezném azt, éppen azért, mert valószínűleg többen fogják majd ezt az előadást hallgatni, hogy miért van az, hogy a beszélgetések során nagyon-nagyon sok nő úgy érzi, hogy vagyis bizonytalanok érzi magát a helyén. És miért van ez a nagy bizonytalanság szinte minden nőben? Most 10-esekből 8-ra emlékszem, hogy ezt kifejezte. Azért, mert nem kapunk visszajelzést. Mert nem kapunk visszajelzést. Mert egész nap főztem, és bérhánják azt az ételt, és azt sem mondják, hogy köszönjük, jó volt. No, hát azért, mikor mi gyermekek voltunk, úgy keltünk el az asztalt, hogy köszönjük szépen az ebédet, édesanyám, és elmondtuk az imát. De édesanyának is megköszöntünk. Ma úgy kelünk fel, hogy kóftaszéket hátralúgjuk, és azzal ki. Azt sem mondjuk félkalap, csak akkor nézi a nő, hogy Istenem, hát egész nap dolgoztam már. Senki azt sem mondja, hogy hát azért finom volt az a leves, vagy jaj, de jó volt az a tészta. Hát, szóval azért kell a visszajelzés mindenkinek. Nagyon nagy szükségünk mindenki. Taníthatjuk testvérnek, férnek, bárkinek, mert kevés ember vagy férfi fogadja el. Ezt tanítani úgy, hogyha én oda megyek, és most légy szíves, máskor köszönöm meg, na, azzal elintézzem. Úgy a gyermekemet, mint a férjemet. Hanem az, amikor csinál valamit a férjem, akkor azt mondom, hogy nagyon köszönöm. Hát ezt csak te tudtad ilyen jól megcsinálni. Hát máskor ő még jobban igyekszik. Vagy a gyermekemnek is, hogy köszönöm, hogy ezt most megtett, kinyitted a szemet, köszönöm, segítettél. Tehát jelezzek nekik, de nem úgy, hogy én kioktatom, mert azzal rendszerint ezt csináljuk. Túl sokat beszélünk. És mondjuk a magunkét, és kioktatjuk szépen mindenkit. Tehát vannak dolgok, amiket így kell, hogy én egyszer teszem, és akkor azzal lassan nem megy az egyik napról a másikra, türelem kell hozzá, nem megy az. Úgy visszajelezni.